Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Korán sem véletlen, itt az asztalon már láthatjuk a gyertyákat, hiszen advent idejét éljük. Vendégem pedig, többek között majd erről is beszélgetünk, de a legfontosabb, hogy itt van velünk Papp Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgatóhelyettese. Szervusz! Szervusz! Ami a mai témánk, az az uniós közös agrárpolitika, a KAP 2023 és 2027 közötti hazai támogatási intézkedéseinek sorsa, hiszen az Agrárminisztérium, azt tudjuk, a szakmai szervezetekkel, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával is együttműködött, elkészítette ezt a stratégiai tervet, ez ugyanis meghatározza a következő esztendőket. Ez rendkívül fontos dolog. Nos, hát az uniós közös agrárpolitika fenntarthatósági kritériumairól kell, hogy beszéljünk, hiszen ennek a teljesítése jelen állás szerint meglehetősen, tehát ez nem lesz zökkenőmentes, az biztos. Milyen döntések születtek, hiszen magát, ugye társadalmi vitára bocsátják ezt, Nagy István agrárminiszter jelentette be, de korán sem mindegy, hogy ez milyen terheket ró a gazdákra, illetve a kamarára, a magosra, általában az agrárgazdaság tényezőire. Köszönöm szépen a kérdést. Először is, ami fontos, és hogy értsük a helyzetet, múlt hét elején megjelentek a végleges jogszabályok. Tehát végre óriási késéssel, de letisztázódtak a pontos, hivatalos jogszabályi keretei annak, hogy hogyan is fog 23 és 27 között a közös agrárpolitika működni. És ugye ennek az egyik lépése az, hogy minden tagországnak be kell nyújtani egy stratégiai tervet, amiben egész extrém pontosan megírja, hogy ezekben az években milyen támogatásokra, mekkora összeget hogyan akar felhasználni. Most azért ez nem titok, hogy azért már gyakorlatilag május óta lehetett látni, hogy ebben a jogszabályban mi lesz, tehát már elindult ez a munka hamarabb, és most így jutott el arra, hogy múlt héten pénteken az AKI-nak a honlapján, az Agrárgazdasági Kutatóintézetnek a honlapján, aki.gov.hu megjelent egy szép nagy anyag erről, ezt jelentette be a miniszterelnökbe, le van írva, hogy ebbe a stratégiai tervben Magyarország mit tervez benyújtani, és erre most van egy ilyen 10-14 napnyi lehetőség, amíg lehet ezt véleményezni. Én egyébként minden mezőgazdasági termelőt és élelmiszer előállítót bátorítanék is arra, hogy ezt tegye meg, menjen fel a honlapra, egy ilyen kérdőívet kell kitudni. Nem egy egyszerű feladat, már magát az anyagot megérteni is egy szép kihívás, de fontos, hogy azért a véleményünk az ott érződjön, hogy mi mit gondolunk erről a tervről, és a helyzet az körülbelül úgy néz ki, hogy december 31-én ezt be is kell nyújtania, vagy január 1-én, de azt hiszem, hogy ez nem az egy nap fog dönteni, a magyar kormánynak ezt be kell már nyújtani az Európai Bizottságnak, és akkor elindul egy körülbelül fél éves, 8 hónapos időszak, amíg ezt a magyar kormány és az Európai Bizottság megvitatja a konkrét részleteket, és ennek a lezárásaképpen valamikor jövő év közepére lesz egy elfogadott stratégiai tervünk, ami meghatározza a 23-26-os időszakot. Óriási feladat lesz ez, hiszen jószerével, ahogy te is fogalmaztál egy kommunikében, minden termelőre majdnem külön feltételek fognak vonatkozni. Ez mit jelent a gyakorlatban? Hiszen ezt nehezen tudjuk mi kívülállók elképzelni. Az a lényege, az új KAP, sok minden változik, de most, hogy egy dolgot ebből kiemeljek, az, hogy a közvetlen támogatási rendszer úgy alakul át, hogy megjelennek olyan új támogatási jogcímek, amik eddig nem voltak. Ugye ebből a legfontosabb ez, amit a angolul Ecoscheme-nek neveztünk, de most már magyar neve is van, ez az Agroökológiai Alapprogram, aminek az lesz a feltétele, hogy a mezőgazdasági termelők ezt akkor kaphatják meg, hogyha kötelezően mindenki számára előírt feltételeknél hajlandóak többet vállalni. Ez önmagában az elv az nagyon hasonlít az AKG elvére, csak az AKG az egy pályázatos 5 éves kötelezettségvás, tehát akkor 5 évre vállaljuk. Ez az AÖP, ez pedig nem pályázatos lesz, hanem csak simán be kell majd pipálgatni az egységes kérelembe, hogy én ezt hajlandó vagyok ezt a plusz feltételt bevállalni, vagy nem, és mindig csak az adott évre vonatkozik. Viszont itt többfajta feltételből lehet majd választani, és itt ez egy fontos kérdés, hogy minden mezőgazdasági termelőnek majd saját magának kell mérlegelni azt, hogy rá vonatkozóan mi az, amit ő hajlandó, vagy egyáltalán hajlandó-e valamit bevállalni. Tehát, ha jól értem, rajta múlik.
ez rajta fog múlni, így van. Ha vállalja, akkor megkapja a plusz támogatást. Ha nem vállalja meg, akkor csak a sima alaptámogatást kapja meg. Tehát egyre gondolkodásra és felelősségre sarkal mindenképpen. Igen, és azt hadd emeljem ki, hogy azért különösen fontos ez a kérdés, mert a közvetlen, ugye a vidékfejlesztési támogatások esetében növekszik az össztámogatás, amit ki tudunk fizetni a 80%-os társfinanszírozás mellett, majd erre lehet, hogy később kitérünk. De a közvetlen támogatásoknál ez az, ami a teljes pénz az EU-tól jön, annál az összeg az nem változik. Tehát tavaly 500 milliárdot fizettük, kb. 500 milliárdot, ugye ez a forint-euró árfolyamtól függ, idén 500 milliárdot, és jövőre is 500 milliárdot fogunk kifizetni. De mivel belép ez az új jogcím, ugye aki ott bevál a bizonyos plusz feltételeket, az fog kapni plusz támogatást. Na most ugye ez mit jelent? Hogy lesznek olyanok, akik több támogatást fognak kapni, mint amennyit most kapnak. Na most, mivel az összes pénz az ugyanannyi, ez nyilván automatikusan azt jelenti, hogyha valaki többet kap, akkor lesznek olyanok, akik kevesebbet kapnak, és ezért szoktam hangsúlyozni, hogy nagyon jelentős a személyi felelőssége minden mezőgazdasági termelőnek, mert minden termelőnek a saját döntésén fog múlni az, hogy ő melyik kategóriába kerül, akik egy picit többet kapnak, vagy akik a picit kevesebbet kapnak. Már pedig ez a fenntartható fejlődés záloga. Tehát ez egy fontos része. Nincs kiút belőle. Mint ahogy az is nagyon fontos, és erről nyilván, hogy kell, hogy szó essék, hogy a nemzeti társfinanszírozás nagyon megnőtt, 17-ről 80%-ra. Tehát itt az AKG-nál, ahogy olvasom, hogy eddig 30 milliárd volt, most már 110-120. Tehát ez rendkívül felelősség az elosztásban, és még egyszer hangsúlyozzuk, hogy itt a termelőkön, a gazdákon múlik minden. Igen, és ez egyrészt, ahogy te is mondtad, ez valóban így van, hogy ez is növeli a gazdálkodóknak a felelősségét, de azért azt is látni kell, hogy azért itt egy óriási lehetőséget kaptunk. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy a magyar kormány meghozta ezt a döntést. Gyakorlatilag ezzel az elkölthető forrásokat több mint háromszorosára növelte. Ennélkül bajba lennénk. Ennélkül nehéz lenne tartani a tempót a világ fejlődő mezőgazdaságával, de így, hogy ezt a pénzt megkaptuk, és el lehet költeni vidékfejlesztési támogatási jogcímeken, így azért lehet ezzel a nagyon gyorsan haladó világgal, a modernizációval, a digitalizációval tartani a lépést. Ezért rendkívül fontos döntés volt az, hogy így kitárultak ezek a lehetőségek, mindezt úgy, hogy közben egyébként a zöld támogatásainknak az összegét is, tehát például az AKG összegét is meg 3-4-szerezni tudjuk. Igen, hát a zöldítési program az Unió egyik, tehát én azt gondolom, hogy jelen pillanatban mondhatjuk azt, hogy a rákfenéje, és bizonyos értelemben Magyarországon a fejlődés gátja, és én nagyon kevés olyan agrárgazdával beszéltem, aki ezt azon a szinten üdvözölné, ahogy ezt az Unió szeretné bevezetni. Ez egy kicsit túl őszinte volt, amit mondtál. Én azt mondanám, senki nem a célokat vitatja. Mindannyian fenntartható módon szeretnénk a tevékenységet végezni, de az biztos, hogy per pillanat fölmerültek olyan elvárások, amik reálisan ebben az időtávban nem teljesíthetőek. És én azért azt gondolom, hogy a Covid, a világ tendenciák is rámutattak, hogy azért nekünk van egy alapvető feladatunk. El kell látnunk élelmiszerrel az embereket. Azért igen, csak ez a legfontosabb, és ezt azért szem előtt kell tartanunk a jövőben. Akkor pedig felét sem mondtam el, amit a gazdák mondtak. Igen. Ezt elhiszem. De akkor beszéljünk inkább a megújuló vidék, megújuló agrárium program megvalósításának. Tehát nézzük tovább, hiszen ehhez kell egy olyan stratégiai terv, ami mindenképpen óriási felelősséget ró. Megint csak mondom a gazdára, de nyilvánvaló a szakmai szervezetekre is. Így van, ugye ez a stratégiai tervnek a kivonatát lehet elolvasni ezen az AKIS honlapon, amit az elején mondtam. Körülbelül, hogyha megnézzük, hogy mi szerepel ebbe benne, akkor azt lehet látni, hogy az egyes pilléres támogatásoknál, ahogy mondtam, óriási változás nincsen. Két újdonság jelenik meg, az egyik ez az agrárökológiai alapprogram, ami nem arról van szó, hogy fölváltja a zöldítést, ezt nagyon szeretném kiemelni. A zöldítés az egy kötelező elem volt, azt mindenkinek be kellett tartania. Ott az volt a cél, hogy 5 millió hektárból 5 millió hektáron legyen zöldítés. A zöldítés mára, vagy hát 2023-ra gyakorlatilag beolvad az alapfeltételek közé. Ez az AÖP vagy ECOSCHEME, ez abban különbözik, hogy ez nem lesz kötelező. Itt ez a termelőnek a döntése, hogy ő
akar-e vele élni, ezeket a plusz feltételeket betartja, és ha igen, akkor megkaphatja a kiegészítő támogatást. Tehát ez az egyik tétel, és a másik tétel pedig az, hogy az EU kötelezően előírja azt, hogy a támogatásoknak legalább a 10%-át célzottan a kisebb területen gazdálkodóknak a támogatására kell fordítani. Tehát ez azt jelenti, hogy a mostani 23-as programban célzottan megjelenik ez, hogy az első, még a pontos döntés azért nem született meg, de az első hektárokra magasabb lesz a támogatásnak az összege, tehát az a várhatóság ilyen szempontból, hogy mondjuk 10 hektárig, vagy a fölötti értékig magasabb lesz a támogatásnak az összege, mint az annál nagyobb területre vonatkozóan. Rendkívül fontos kérdés, mert Nagy István is kiemelte, hogy az elmúlt 10 évben a hazai mezőgazdaság a második legnagyobb növekedést produkálta az Unióban. Tehát ennek folytatódnia kell bizonyos értelemben, ugyanakkor ez rendkívül kihívás. Itt most a kettősséget említem, tehát ez a 2027-ig szóló kap, illetve hogy a fenntartható fejlődés az maradhat-e így ebben az értelemben? Ezt vállaltuk. Azt mondtuk, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy megkaptuk a lehetőséget a megemelt társfinanszírozással arra, hogy fejlesszük az ágazatot, és cserébe azt vállaltuk, hogy ezt az ütemet próbáljuk fenntartani, hogy ugyanúgy az Európai Unió tagországainak az élmezőnyébe legyünk abban a szempontból, hogy hogyan fejlődik a mezőgazdaság. Azt gondoljuk, hogy a magyar mezőgazdaságban a potenciál benne van. Van elég termőterületünk, megvan a tradíciónk, a képességünk hozzá, hogy további eredményeket érjünk. Sajnos még mindig ott tartunk, hogy nyugat-európai összehasonlításban Magyarországon az egy hektáron megtermelt hozzáadott jövedelem jóval kevesebb. Sokat fejlődött az elmúlt 10 évben, leelőztük az EU 13-ak átlagát, tehát a velünk együtt csatlakozó országok átlaga fölött van már a magyarországi egy hektárra jutott hozzáadott termés, de Nyugat-Európáig még bőven van potenciál, bőven van hova fejlődni, ezért kellenek ezek a támogatások, és itt még egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy nem csak a mezőgazdaság fejlődéséről van szó, és talán ez az egyik legnagyobb újdonsága ennek majd a stratégiai tervnek, meg a legnagyobb eredménye annak, hogy a megemelt társfinanszírozáson szélesebb pénzügyi kereteink vannak, hogy az élelmiszer feldolgozásnak a támogatása is célkeresztbe került. Ez egy rendkívül fontos kérdés. Eddig is próbálgattunk 14 és 20 között támogatásokat nyújtani, de egy szigorúbb rendszerben volt, az ágazat föl volt osztva, ugye a közepes üzemek a GINOB-ból kaphattak támogatást, a kicsik kaptak csak a VP-ből, és most így, hogy nagyobb lett a forrás, így most bejelentettük az igényünket, hogy szeretnénk az egész ágazatot támogatni, szerencsére ezt a kormány is el tudta fogadni, és hosszú évek után először idén már megjelentek úgy élelmiszeripari támogatások, hogy a teljes ágazatra vonatkozóra kicsik, közepesek, nagyok, annex, non-annex, teljesen mindegy, élelmiszerfeldolgozó jöhet hozzánk, mármint a VP-hez a támogatásért, és meg is látszódik, hogy igény volt erre. Mind a kis üzemeknek előírt támogatást túligényelték, mind a, ugye volt egy külön kicsi, meg egy külön nagy üzemre vonatkozó VP-s támogatás, és a nagy VP-s támogatásra is közel 400 milliárd forintnyi támogatási igénybe jött. Ugye ez 50%-os támogatás finanszírozás, tehát ez azt jelenti, hogy még ugyanennyit hozzá kell tenni a fejlesztőnek, ez egy közel 1000 milliárdos élelmiszeripari fejlesztést jelent a következő évekre, ez óriási dolog. Óriási dolog és nagy kihívás, mint ahogy az is választ kell adnunk, ugye az erősödő nemzetközi versenyre, erről beszélgettünk Szőrmentén, viszont a klímaváltozás mindenképpen megér egy-egy gondolatsort, ahogy a munkaerőhiány nem különben. Igen, hát ez ugye két külön dolog. A klímaváltozással kapcsolatosan azt kell mondom, hogy sajnos ezt most már mindenki érzi. Tehát, hogy itt nincsen cétszó, hogy ma ez már nem egy ilyen közvetett dolog, amit a tévében nézegetünk róla a műsorokat. A közvetlen hatásait is érezzük, illetve azt is érezzük, hogy ugye sajnos a megemelkedett energiaárak hatására az egész ágazatnak az input költségei olyan magasra emelkedtek most az elmúlt fél évben, hogy ez önmagában egy ilyen elég erős áremelkedést hozott magával. Tehát én azt gondolom, hogy itt olyan
közvetlen hatások vannak, amikre reagálni kell. Ezért is van, hogy ezeknél a támogatásoknál például az energiatermelés, a zöld energiatermelés az egy kiemelten támogatandó cél. Tehát próbáljuk azt, hogy mind a mezőgazdasági termelők, mind az élelmiszer feldolgozó váltók a lehető legnagyobb mértékben legyenek képesek a saját energiatermelésüket, vagy energiaszükségletüket kielégíteni. Ezért lehet napelemeket, stb. Ezekben a támogatásokban megvalósítani. Tehát ez egy fontos dolog. A munkaerőhiány az egy nagyon kemény dolog. Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, senki nem gondolta volna 10 évvel ezelőtt, de ma a fejlődésünk egyik legfontosabb korlátozó tényezője és legproblémásabb része az az, hogy nincs elég munkaerő fejleszteni. Ez egy óriási probléma. Nos, tehát ott tartunk, hogy a vidékfejlesztési támogatások is rendkívül fontosak nyilván, tehát a versenyképességet és a hatékonyságot növelő beruházások közül ott van az agrárkörnyezetgazdálkodási program, illetve az ökológiai gazdálkodás. Ez mennyiben valósítható meg, illetve milyen változások várhatók? A lényeg az az, hogy ugye gyakorlatilag most a mostanáig lévő programok kifutottak, nem szerettünk volna már hosszabbítani, mert sokan kiestek, ezért az a döntés született, hogy inkább egy új programot indítanánk, de mivel ugye most még egy évvel, tehát ugye maga a közös agrárpolitika csak jövőre újul meg, ezért most nem egy szokás szerint egy 5 éves program lett került kiírásra, hanem helyette egy 3 éves gyakorlatilag ilyen átmeneti program jelent meg az AKG-ban, egy egyszerűsített feltételekkel könnyebb beszállni, könnyebb kiszállni belőle. Ez is egy fontos dolog, hogy ugye ha az adott időszakon belül valamilyen objektív ok miatt ki kell szállni a termelőnek, akkor viszonylag könnyen meg tudja ezt is tenni. Így összességében a megemelt támogatási összeggel gyakorlatilag az tűnik most a legvalószínűbb forgatókönyvnek, ugye már be kell nyújtani a kérelmeket, hogy olyan 1 millió 300 ezer hektárra érkezett be kérelem, eddig kicsit több mint 500 ezer hektáron fizettünk AKG támogatást, tehát a nagyságrend az az, hogy több mint duplájára, és gyakorlatilag aki a minimum ponthatároknak megfelel, az valószínűleg nyerni fog. Ha minden igaz, erről már márciusban ki is fognak menni, tehát 4 hónap alatt kimennek az értesítések, a határozatok, és már a következő egységes kérelemmel együtt be lehet nyújtani a támogatást. Egy bizonyos szint, hogy lesz dolga bőven a szaktárcának, lesz dolga a kamara munkatársainak. Én áldott szép karácsonyt kívánok, Gergő, mindannyiatoknak. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy hétről hétre szóba kerüljenek ezek a kérdéskörök, mert hogy itt a Mezőföld szívében nagyon sokan kísérik figyelemmel, hogy minden sok történik vele. És hát az egész Magyarországra vonatkozik ez. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk, mégpedig azért, mert a Fejér megyei Agrárkamara meghívására Győrfi Balázs országgyűlési képviselő, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke is a vendégünk volt. Egy rendkívül fontos kérdéskört vitattunk meg ezen a beszélgetésen. Jelesül a műtrágya mizériát. Most nézzük meg ezt a beszélgetést. A Fejér megyei Agrárkamara meghívására Győrfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke Székesfehérváron is beszámolt a szakmai szervezet álláspontjáról a közelmúltban kirobbant műtrágya kartelezés ügyében. Győrfi Balázs úgy fogalmazott, a földgázárak drasztikus emelkedése mellett a Péti nitrogén művek kartelezése is rombolta a műtrágya piacot hazánkban, miközben a műtrágya a mezőgazdaságban nem megkerülhető input anyag. Az elmúlt időszakban a szaktárca mellett a MAGOSZ és természetesen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is vizsgált azt a helyzetet, ami kialakult a műtrágya piacon. Én azt gondolom, hogy az az út, amelyet önök követnek, az teljességgel nyilvános, és ennél is fontosabb, hogy a gazdák is talán megnyugodhatnak, hiszen az elmúlt időszakban, és itt a mezőföldön ez különösen fontos, rendkívüli kár érte a gazdákat. Milyen megállapodásokat sikerült kötni, milyen intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy a műtrágya kartelezés a múlté legyen? Ugye a műtrágya egy alapvető
szükséglete az agrárgazdaságnak, ami nem megkerülhető. A növények üzemanyagaként is hívhatjuk őket, ezt folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljon. És nyilván nem mindegy, hogy milyen áron, hisz a világpiacon most egy rendkívül drasztikus emelkedésnek lehetünk a tanúi. Mindegy, négyszeresére emelkedett a műtrágya ára az egy évvel ezelőttihez képest, és Magyarországon ezen felül még a kartelezés is sújtja a gazdálkodókat, és hát nyilván az élelmiszer árakon keresztül, amibe beépülnek ezek a költségek, minden magyar fogyasztót. Azt látjuk, hogy 7 éven keresztül kartereztek a magyarországi előállítók és kereskedők, ezért a gazdasági versenyhivatal egy 14,1 milliárdos bírságot szabott ki, és hát a résztvevők közül vannak néhányan a nitrogénművek és a cégcsoport különböző tagjai, akik ahelyett, hogy elnézést kérnének a magyar gazdáktól, még most a kisikerelés után a fenyegetés útjára is léptek, hogy egy napig fognak csak műtrágyát biztosítani a magyar gazdálkodóknak, bár közelmúltbeli információk alapján itt a nyomásgyakorlás hatására úgy néz ki, hogy ezt az álláspontot megváltoztatják, amit mi üdvözlünk, és jó mutatja, hogy érdemes szót emelni a magyar gazdák érdekében. Az elmúlt hónapban egy kicsit, mintha konszolidálódott volna a földgáz világpiac jára, ennek elnére a nitrogénművek a múlt héten egy újabb áremelést jelentett be, amit már nem igazán értünk. Nem tudjuk, hogy hova kell ez a sok pénz, vagyis hát pontosabban tudjuk, mert Bige László maga mondta el, hogy annyi pénzzel fogja Márki-Zay Péternek a kampányát finanszírozni, amennyire szükség van. És hát mint gyakorló gazdálkodó, műtrágyát vásároló gazdálkodó, én személyesen is kikérem magamnak azt, hogy a tőlem ellopott pénzből annak az embernek a kampányát akarják finanszírozni, aki Hódmezővásárhelyi polgármesterként a földadó bevezetésével üzent egyébként a magyar gazdák egészének. Úgyhogy fontos, hogy a műtrágya piacon rendet tegyünk, hogy a műtrágya elérhető legyen a magyar gazdáknak, és lehetőleg megfizethető áron. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót minnyájuknak, viszontlátásra, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt.